Ismét hétvége, és ismét együtt Michel barátommal. És új fékbetéteket be kell, hogy vasaljam, mert egyelőre nem nagyon akarnak még fogni. Na, alakul. Egész jó. Jól van, jó lesz ez. Na, célunk. Elmegyünk Reutlingenbe, a pólóba, motoros szaküzletbe. Mert úgy döntött Michel barátom, hogy ő is venne magának egy Intercomot. Amikor közösen gurulunk, akkor tudjunk beszélni egymással. Isten igazából mondtam neki, hogy van nekem egy lent még a garázsba, amit most így hirtelen nem használok, tehát... De mondta, hogy nem. És elmegyünk, megnézzük, hogy ott mit lehet kapni, és hogyha nagyon drágán van, meg nem is éppen a legjobbak, vagy nem olyan, ami neki is tetszik, akkor majd rendelünk olyat, amilyen nekem van. Addig meg még az meg nem érkezik, addig meg odaadom neki az én másik, ugyanilyen Intercomomat, ami a gyereknek a sisakjából van belerakva. Na, Isten igazából annyi a nagy helyzet, hogy ugye pénteken, melóból hazafele, pénteken nem, csütörtökön, melóból hazafele. Érdekes ilyen fémes hang jött hátulról, mikor fékeztem, mert egyből levágtam, hogy mi a probléma. Ugye arra emlékeztem, hogy van nekem egy teljes komplet fékbetét cseréje, ez előre hátulra betétek a garázsba, a fiókba. Hát rosszul emlékeztem sajnos. Ugye megrendeltem a betétet, csütörtökön éjjel. Hát úgy voltam vele, hogy ez keddnél előbb nagyon nem fog ideérni, mert az eBay az általában kedden vagy csütörtökön szokott kiszállítani. Nem tudom, szerencsém volt. Tehát akitől rendeltem, volt olyan, hogy azonnal elküldte. És máma megérkezett, körülbelül egy órával ezelőtt. És be is raktam egyből a hátsó fékbetéteket is, mert elsők ugye voltak otthon, azokat kicseréltem. Úgyhogy Michel barátom már pénteken este rám írt, hogy megyünk-e máma valamelyre, akkor ugye elkeserítettem, hogy nem, mert nem járóképes a gépesség. Majd amikor a fékbetéteket a futár a kezembe nyomta, ugye kapásból egyből neki álltam berakni. Nem tartott tovább gyerekek 4 óránál. Már hívtam, éppen hívott is a Michel, hogy na mi újság, mondtam, gyere, mert mehetünk. Miért? Megjött a fékbetét. Komolyan? Mondom, igen. Elkezdi akkor 4 óra és ott vagyok. Hát itt is volt. Na. Így megyünk. Jó van. Na, azt hiszem, kimegyünk a pályára. Na, mindegy. Na, tehát ennyi a mai gurulásnak az előélete. Meg ahogy elnézem, kesztyűt kell, hogy legyek magamnak. Már azt mondjuk, azt mondtam, hogy a motoros boltban csak nézegetni fogok. De azt, hogy mit mondtam és mit teszek, az két különböző a dolog. De hogyha látok tényleg valami jó kesztyűt, akkor venni fogok. Hát, sajnálom, ez igen jó volt ez a kesztyű, de hát már kesztyűjeltek adni. Mondjuk van otthon még vagy kettő másik. De hát ilyen dolgokból sose állt, ha több van. Na, azt mondja, hogy... Közben meg melegítgetem, vasalgatom a féket, hogyha netán az volt fék, az nem kell jöttelen, akkor legyen fékhatás. Persze, úgyhogy a tárcsát meg magát a betétet nem elegítsem túl.
Na. Úgyhogy, hát Reutlingen az jó 35 km, tehát egy jó bő fél órás dolog, mutatvány. Az alatt sok mindenről lehetne beszélni. Na, szóval van a motosunday.hu által meghirdetett motorvlog verseny, amire azt kell, hogy mondjam, hogy nem vittem túlzásba a jelentkezéshez beküldött videót. Sok mindent nem mondtam el, amit lehet, hogy el lehetett volna mondani. Mindegy. Olyan, amilyen, kész. Nem kell, hogy a legtökéletesebb legyen egyben a felvétel. Másik maga az, hogy fáradt is voltam, meg. Ne, mindegy. Megtrálj. Link. Na. Végülis a motor.hu az, ami támogatja ezt az indítványokat, vagy ezt a versenyüket. Nagyon komoly nyereményekkel. Nagyon jók a srácok egyébként, meg abban igaza van Viszernek, hogy tényleg nagyon sok olyan motorvlogger van, aki annyira nincs még már a köztudatban, de tényleg rettentő jó izét motorvlogot csinálnak. Legalábbis nagyon jól megcsinálják a videókat, magát a vágást, az utómunkát, tehát megadják a módját. Én eleve tanulgatom még csak a ehhez használatos technikáknak a használatát, ismerkedek velük. A másik meg az, hogy csökös beszélgetésbe, vagy egy live beszélgetésbe más, mint így egy motorvlogba. Mondjuk egy duálvlogba csak más lenne. Csak hát kivel csináljak egy duálvlogot Németországban? Jó, mondjuk a Dussival tudnék, mert beszél magyarul. Benne estem, amit kellett csinálni német nyelven duálvlogot, aztán hát rászánom magamat és megerőltetem magamat, akkor utómunkába feliratkozom magyar nyelven, hogy miről beszélünk, aki esetleg nem érteni, de hát ez meg megint csak olyan dolog. Tehát lényeg az, nekem erre annyi szabadidőm nincs, tehát nagyon profi, nagyon minőségű munkát ne vágjatok el tőlem. Hopp. Kiégett egy ház. Aha, szóval akkor ide jöttek csütörtökön a tűzoltók. Jól van, legalább ezt is tudom. Mert ugye innen nem nincsen messze a munkahelyem. Csak amikor mentem haza, akkor ezt úgy nem láttam. Abban a szögből nem lehet rálátni, úgy, mint most így. Rá sikerült látnom. Úgyhogy ennyi. Jó. Megjött a fék is. Jó lesz, hogy mondjuk a hátulja nem akar megcsiszni, de nem is baj. De fogni fog. Mondjuk nem a legvagányabbul. Mindegy, fogni fog. Úgyhogy ennyi. Na. Egy röpke pillantás. A hétfői kezdésre. Aha, máma is vannak bent helyen. Hát csak a főnökségi autó volt itt bent. Céges autó. Úgy itt szembe velünk van egy ilyen motoros ruházati bolt, mely hirdetésként van. De még egyszer nem mentem be, de majd ezt is megnézem. Jé, faszit. Na, azt mondják, hogy a magyar lovas nemzet, hát gyerekek, nem tudom. Itt sokkal több lovat látok, mint Magyarországon. Bár attól még mi lehet, hogy lovas nemzet vagyunk, csak azért egy lovat eltartani, meg fenntartani nem egy olcsó mulatság. Vagy csak azon a részen, amelyre én jártam, arra nincs úgy annyi. Lehet, hogy lent ott az Alföldön több van. Már nem tudom, jártam én sokfele Magyarországon. De így ennyire
látványosan, hogy ilyen sűrűn lovakkal nem találkoztam otthon, mint itt. Óvatosan mi kell, mert vigyori lesz. Tudod? Nem, megúsztam. Én meg kikerültem az érzékelőtelele. Na, hát, Isten igazából ez a gurulás most annak a próbája, hogy hogyan vesz ez az akármi. Már azt tudom most, hogy hol van a mikrofon. Egy fokott helyen fönn. Jól van. Mert majd mindjárt kiderül úgyis, hogy milyen lesz a hangminőség. Legalább most le tudom tesztelni rendesen, de egy pillanatra szól az alja. Kicsit közelebb igazítom a számhoz, hát ha javítottunk valamennyit a minőségen, vagy lehet, hogy pont ezzel rontottunk. De Bluetooth-os megoldást választottam, nem akarok kábelozni. Komoly küzdelem volt, mire végre találtam a telefonomra egy olyan alkalmazást, amivel Bluetooth-os fejsettet a mikrofonját tudom használni. De végre találtam párat, ezek közül most idáig ez tűnt a legjobbnak, de hát majd kiderül. Hát mivel, hogy együtt vagyunk, ő nem akar filterezni, akkor én se filterezek. Nyújtózkodunk addig. Na, azért vannak bőven kint az utammotorosok.